Megkezdődött a tél, és bár az első hó még várat magára, az elmúlt egy-két hétben szinte általánossá váltak az éjszakai fagyok. Különösen a reggeli és esti órákban válik igazán csúszósá az út. A rendőrség arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy készítsék fel járművüket a télre, és ők maguk is alkalmazkodjanak a megváltozott útviszonyokhoz. Nagyobb követési távolságot célszerű tartani közlekedésben, lassabban kell közlekedni. Nem tudjuk, hogy adott helyen hiába úgy gondoljuk, hogy nincsen felfagyva az adott útszakasz, nem biztos, hogy nem ér meglepetés bennünket egy adott forgalmi szituációban, amikor esetleg meg kellene állni a gépjármű vezetőnek. Fel kell készülni valóban a téli időjárási viszontagságukra. Nem csak az autót kell felkészíteni, hanem a gépjármű vezetőnek, illetve az állampolgároknak is. Ez vonatkozik természetesen nem csak a gépjármű közlekedőkre, hanem gyalogosokra is, mert itt főleg a városban mögöttünk lévő gyalogátkelő helyek környékén is azért, ha szabad jelzés is van, meg kell győződni arról, hogy ténylegesen nem-e valaki olyan manőverbe kezdett, ami veszélyeztetheti egy gyalogost a közlekedésében. Mindenképp lényeges itt a felkészülés a téli időszakban az, hogy mondtam, hogy a gépjárművet felkészítsük. Téli ablakmosó folyadék, a gumik állapota, a téli gumi célszerű, nem kötelező Magyarországon, de célszerű. A karácsonyi és szilveszteri időszak a legtöbb embernél a kikapcsolódásról szól. Az év utolsó 2-3 hetében emiatt a részek sofőrök száma is megnövekszik. A rendőrség egy nemzetközi akcióhoz kapcsolódva már jövő héten kiemelt figyelmet fordít az ittas vezetők kiszűrésére, az ünnepi időszakban pedig szintén fokozott ellenőrzésekre kell számítani. Úgy gondolom, hogy szeretném mindenki egy szép karácsonyt eltölteni ebben a rohanó világunkban, és a ittas vezetés ez igen egy nagy probléma országos szinten. Ebből az apropóból jövő héten is lesz a Rótpónak a következő állomása hétfőket szerre és csütörtöki napokon, amikor kapitányságok a saját területükön kisebb csoportokban végzik ezt az ellenőrzést, ezt az ellenőrzési tevékenységet. Ez most egy szervezet, mivel az országos programhoz, illetve tervhez csatlakozunk, de gyakorlatilag az ünnepekkel közeltéve folyamatosan napi szinten ezt végrehajtják a kollégák, kifejezetten azért, hogy tényleg biztonságban hazérnek az emberek, illetve szépen tudjuk eltölteni a karácsonyt, illetve a közelgő ünnepeket. Az ORFK adatai szerint tavaly országos szinten több mint 1200 esetben derült ki a balesetet okozó sofőrről, hogy alkoholt fogyasztott. A legkevesebb problémát Budapesten, Hajdú-Biharban és Nógrád megyében okozzák ittas vezetők, itt 5-6%-nyi súlyos baleset hátterében áll alkohol. Ezzel szemben másik 6 megyéhez hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10% feletti ez az adat.